Nagyman János híres IOS számítógépéről az informatika szakmában mindenki hallott. A gép különös jelentősége, hogy széles körben ismert, mai szóhasználattal élve, szabad felhasználású tervként, a programozható számítógépek első prototípusának tekinthető. IOS gépből csak egy készült, ezért aki látni szeretné, Amerikába kell, hogy utazzon. A gép egyik oldalának képét mellett a Naima Jánosra sokan ismerik. A gépet közelről megnézni azonban nagyon keveseknek adatott meg, mivel idén már 60 éve, múzeumi raktárakban őrzik kora számítás tudását. Az EOS gépet, Naimon János híres Edvak jelentése, és további útmutatása alapján Julian Vigeló és mérnök csapat építette. 1952-ben készült el és 8 évig működött. Méretére jellemző, hogy oldala közel 3x3 méteres volt, 80 cm mélységgel. 1700 elektroncsövet használt, 5 kB volt a memóriája, 40 bit szóhosszal, 16 összeadást és 1400 hozást végzett másodpercenként. A gépet a Princeton Institute for Advanced Study elit egyetemen fejlesztették ki 1946 és 52 között. Az IAS gép nyomdokában haladva uta először Princetonbe vezetett. Az intézet patinás épületében számos híres tudós, közöttük 33 Nobel-díjas dolgozott. A mai is változatlan társadalmának hangulata időutazást kínál. Itt beszélgettek a híres nagyok, többek között Albert Einstein, Kurt Gödel, Robert Oppenheimer és Naiman János is az intézet igazgató tanácsának elnöke jelenleg Csal Simonyi, a kutatók névtáblái között pedig Lovász László, MT elnök névtáblája is látható. Az iasg gép nyomdokát keresve, utam egy udvarépülethez jelenleg óvodához vezetett. Az épület falán bronztáblák állítanak emléket az egykor IAS gépnek és alkotóinak. A táblákat a Magyar Köztársaság Informatika és Hírközlési Minisztériuma, a Naiman János Számítógép Tudományi Társaság és a Puskás tivaddal távközlési technikum állítatta. Az épületben sajnos tárgyi emlék nem található, ezért a Washingtoni Smithsonian Nemzeti Múzeumba kell utazni. Első látogatásom alkalmával közel tíz éve a számítástechnikai gyűjtemény vezetője David Ellison kicsi zavartán mutatta meg a letakart gépet. Talán nem volt büszke a tárolás minőségére javasolta, hogy inkább nézzük meg az eniak náluk lévő elemeit. Sajnos az IAS gép közelébe nem tudtam jutni, annak ellenére sem, hogy biztosítottam a vezetőmet, hogy gyakorlatból tudom a különbséget a kiállítási és tárolási minőség között. Az elmúlt években rendszeres próbálkozásom ellenére sem sikerült a gépet közelről megvizsgálni, bár a kurátorok nagyon barátságosak és kollegiálisak voltak. A gép helyett számos érdekes magyar vonatkozású tárgyat mutattak, például előhozták az IAS gép teljes kézírásos dokumentációját is. A szép kézi tervrajzok alapján a működés részlete is megismerhetők. Világosan mutatják például a 6J6 kettős triódák meghatározó szerepét. 2017 őszén újra felkerestem az illetékes kurátort, Peggy Kidwellt, és írásban is engedélyt kértem az IAS gép közeli megvizsgálására. Az engedélyt megkaptam, de kiderült, hogy időközben a gép a múzeum külső raktárába került. A látogatást ezért külön tervezni kellett, és egy napos túrát jelentett. A kurátor társaságában végre eljutottam a múzeum példás raktárába, ahol légkondicionált termekben, külön dobozokba zárva több ezer tárgyat őriznek. A dobozt felnyitották, és előtűnt az ismerős gép. Ami első látásra szembetűnő volt, az a tiszta, áttekinthető szerelés. Az alsó barna hengerekben volt a memória, fölötte az elektroncsövekből és diszkrét áramkör összeállított elektronika. A gép hiánytalannak tűnt. A kiöregedett gépek gyakori sorsával ellentétben itt nem látszik az alkatrész bányászat nyoma. Az IAS gép egyik érdekessége, hogy a tárolt program a működéshez elengedhetetlen elektronikus tár a gép fejlesztése során még nem volt elérhető. Az eredeti tervek szerinti RCA cég Selectron nevű tárolócsövei megbízhatatlanak bizonyultak. A gondos tervezés mellett szerencsés kellett hozzá, hogy az eredetileg a Selectronoknak tervezett hengerekbe a Freddy Williams által kifejlesztett úgynevezett Williams tárolócsövek is beleférjenek. E tárlók tették lehetővé a belső programvezérlést és az akkor rendkívül hatékonynak számító működést. Az akkori technológiára jellemző, hogy nyomtatott áramkölt még nem alkalmaztak, hanem forfülekre, forrasztva térben szerelték az alkatrészeket. A rengeteg forrasztás gondos munkát igényelt, hogy a kontakthibákat elkerüljék. A gép megbízhatóságára jellemző, hogy már a hivatalos átadás előtt, 1951 nyarán, volt olyan alkalom, amikor 60 napon át, napi 24 órában futtattak nukleáris számításokat. Ez idő alatt közel fél tucat hiba vált csak ismerté. Az IAS gép mintájára épült Rand Corporation, Najma Jánosról Johnny Up-nek nevezett gépét jelenleg nagyon szép állapotban a kaliforniai számítógép múzeumban lehet látni. Az IAS gép a következő nyilvános bemutatói raktárban pihen. Jelentőségét jól mutatja, hogy az 1950-es évek elején építésével párhuzamosan az Egyesült Államokban több mint egy tucat hasonló gép készült, és világviszonylatban is a programozható számítógépek első nyilvános prototípusa volt.